Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és beszélgessünk gyorsan az új augment modokról, név szerint ami jött Wukongra, Ivorára, illetve Necrosra. Az új cardról, arról is esik majd szó, ugye, amit a Tenno laborban tudtok kiszedni a dojo-ban, de mielőtt erre rátérnék, szeretnék köszönetet mondani a klánomnak, mire bejött az update, mire észbe kaptam, már el is volt indítva a Tenno laborban a kardfejlesztés. Köszönöm, srácok, best fucking klán ever. Azt kell mondjam, egyre jobb arcok csatlakoznak hozzánk, és a klán közössége egyre jobban formálódik. Örülök, hogy eljutott hozzátok az az üzenet, hogy csináljunk egy jó közösséget, ahol aktív játékosok vannak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Komolyan mondom, egy nagyon jó kis példát mutattak így a gamer közösségnek, és ez csak a Warframe-ről beszélünk most kivételesen. Azt kell, hogy mondjam, még akik bejelölnek azzal a szándékkal, hogy klánba csatlakozzanak, csatlakozhatnak, egyre figyeljetek. Mindenki, ki bejelöl engem, automatikusan küldök nekik lámba meghívót. Hogyha azért jelölsz be engem, mert beszeretnél lépni a klánba, akkor addigra ügyél rá, hogy lép ki a klánodból, hogy megkapd a meghívót. A meghívó minden esetben az üzeneteitek között lesz. Szóval az üzenetek végén a meghívó is úgy tudjátok elfogadni. Na, ezt el akartam mondani, mert a klántoborzóban mindig az volt, hogy ezt mindig elfelejtetek kimondani, és nem tudom, hogy hányan jöttetek rá erre, hogy az üzenetekben van a klán meghívó, és mindenkinek automatikusan küldök. Aki nem lép ki addig a klánjából, az semmilyen meghívót nem fog tudni kapni, mert nem enged a rendszer. Nos, térjünk rá az augment modokra, így sokat paváltam már. Beszéljünk a Wukong augment modokról most így gyorsan, azért, mert azokat tartom a legpraktikusabbnak. Fun augment modok, semmi extra, ezért nem is nagyon beszélek róluk, csak ilyen fun augment modok, nem feltétlen. A Wukong amúgy is egy alul használt frame sajnos, pedig egy erős frame, és nulla formával is ki lehet belőle hozni nagyon erős buildet. Javaslom, hogy nézzétek meg a Facebookot, mert ott sok modolás van fönt amúgy, és nyugodtan küldhettek ti is nekem modolásokat, és hogyha jók, akkor én kirakom a Facebookomra. Szóval a Wukongnak az augment modjai annyira nem nagy számok sajnos, hogy igazából érdemes lenne őket belerondítani a buildedbe ebből a szempontból, de viszont ami nagyon nagy szám, és az itt jön az egyik lényeg, az az Ivara. Az Ivarának van egy olyan augment módja, aminek az a neve, hogy Infiltrate, és ez azt teszi, hogyha átmész láthatatlanba, ugye plusz 25% mozgássebességet kapsz, és a lézereken át tudsz menni. Ez azt jelenti, hogy a greenier lézerek nem vonják le az energiádat, és nem riasztanak be a korpusz lézerek. Ez valami fantasztikus mod. Ezzel fölemeli az Ivarát a kém királynők közé, mondjuk így. De legyünk őszinték, a Loki még mindig praktikusabb erre. Habár a múltkor voltam egy sortin, ahol csak kardot lehetett vinni, és spy volt, és természetesen tele volt lézerekkel a pálya, egy greenier pályáról beszélünk, ahol kicsit macera volt lekardozni a lézereket, van, ahol nem is tudtam, úgyhogy át kellett menjem, rengeteg energia feltöltőmbe kerül, csak azért megcsinálják egy szaros pályát. Szóval ezzel a moddal nagyot könnyítesz. Az a 25% mozgássebesség, ami mindig nem gyors, de sokkal gyorsabb, mint ami van. Úgyhogy végig lehet menni a pályán vele. Konkrétan, hogyha csak ott kapcsolod be a láthatatlanságot, ahol konkrétan meg kell old a problémát, és elég türelmes vagy, akkor Ivarával elég gyorsan végig lehet menni, és nincs gondod a lézerekkel. Szóval ez a mod hasznos. Ha emlékeztek, csináltam Ivarára annó egy videót, hogy van egy ilyen pro build, amivel nagyon sokáig el lehet menni Survivor-ökön, na most nem vagyok benne biztos, hogy azt a buildet érdemes megbontani ezért a modért, hogy csak 25%-kal gyorsabban mozogjál azon a Survivor-ön. Szóval azt nem biztos, hogy javaslom, hogy megbontsátok ezzel a moddal, viszont hogy egy spy modolást csináltok, egy Ivara spy modolást csináltok, akkor az a mod az mindenképp kötelezően legyen benne, illetve ez a mod. A modokat a szindikátusok között szétszórva megtaláljátok, de a nyúlok a Red Whale és Perrin Sequence-nél mind az összes fajtát ki tudjátok venni, ami most jött. Nos, a következő érdekes mod az a Necrosnak a módja lenni. A kettes képessége, ez jött egy augment, hogy a Terrify-hoz. Ugye Creeping Terrify, valami ilyesmi neve, igen. És azt csinálja, hogyha ellövöd a kettest, akkor belassítja az ellenfeleket. Na most
érdekes egy mód, hasznos is lehetne akár, de fingom sincs, hogy hasznos-e, hogy őszinte legyek. Megint csak azt mondom, lehet, hogy csapat értelemben lenne hasznos ez az augment mód, és miért gondolom úgy, hogy hasznos is, meg nem is? Hasznos, mert lelassítja az ellenfeleket, van időt kinyírni őket, de itt a probléma, hogy a Terrify, az mit csinál? Az Eliest. Tehát az ellenfelek elfudnak tőled. Az igazából kurvára mindegy, hogy lassan teszik ezt, vagy gyorsan teszik ezt, mert kurvára mindegy, legyünk itt őszinték. Úgyhogy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy igazán érdemes belerakni ezt az embernek a buildjébe, vagy inkább a régebbi augment modokkal kezdjünk valamit, mert az nem rosszak, vagy a Cephalon Simarisnál lévő augment moddal. Simaris? Igen, vagy Simarisnál lévő augment moddal, ugye ott a Relay-en Simaris, igen, jó. Szóval nem vagyok benne biztos, hogy annyira praktikus, de érdekes látványt nyújt, és stb. És az igazság az, hogyha tényleg letakarna egy pályát, mondjuk, mint a Novának a lassítása, akkor lenne igazán hasznos, de csak pár ellenfelet takar le. Egy ilyen is-is dolog. Na most, a következő dolog jöjjön, az új kard jelenleg fejlesztés alatt van a klánokban, úgyhogy minden esetre, aki kíváncsi arra, hogy hogy van modolva, vagy hogy mit tud, akkor tömi valószínű, hogy a Facebookomra fogom feltenni neki a modolását, és a többi. Szóval rengeteg olyan dolgot nem csinálok róla videót, hanem csinálok egy modolást, gyorsan feldobom Facebookra, úgyhogy ha van kedvetek, nyomjatok ott egy lájkot, és akkor kaptok egy-egy értesítőt, gondolom, arról, hogy éppen mi folyik, vagy mi zajlik nálunk a kis közösségbe. Úgyhogy ja, ott amúgy rengeteg modolásom, mert sokan kérdezik, hogy hogy modolom ezt, hogy modolom azt, hogy modolom azt a fegyvert, mit ajánlok ez, mit ajánlok ahhoz, és ott találtok ilyen apró dolgokat, ilyen fegyverajánlások, fegyvermodolások, warframe modolások, és a többi, hogyha érdekeltek vagytok ilyesmiben, már pedig, ahogy észreveszem, azok vagytok, hála Istennek. Na, de ennyi lett volna ez a videó. A legszeretetteljesebben ajánlom az Ivorának a módját, azt hiszem, egyik se egy über különlegesség, de mindenképp hasznosak a maga külön, de talán a Wukongnál az, ahol így elhanyagolható, nem biztos, hogy érdemes megbontani, hogyha van egy jó builded, a Wukong augment módjai miatt nem rosszak, de nem is olyan tű, de fun modok, és el lehet vele fanolni, az igazság, a Warframe már manapság amúgy is ritkán úgy van csinálva sajnos, hogy ritkán lehet eljutni igazán végletekig, mint ahogy régen lehetett olyan könnyedén eljutni oda, és ott challenge-elni a modolásodat, és a fegyvermodolásodat, ma már a Warframe inkább a fun és a casual gaming felé halad, ahogy nézzük, és emiatt nagyon panaszkodnak a hardcore gamerek, és ezek a modok, amik jelenleg most így bejöttek, játékban ezek gyakorlatilag most ilyen, inkább ilyen fun augment modok, de az Ivoráé ezzel kifejezetten hasznos tud lenni. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet, ennyi lett volna a mai kis Warframe, a következő videóig. Sziasztok!